Hamarosan kezdődik a bajnokság, így a nyíregyházi tekeklub versenyzői a riválisokhoz hasonlóan igyekeznek a legjobb formába kerülni a nyitófordulóra. Az elmúlt hétvégén a debreceni Csarnokavaton lépett dobóállásba egy 6 fő számláló nyíregyházi különítmény, amely a harmadik helyet szerezte meg a tornán. Az eredmények javultak az előző időszakhoz képest, a következő napokban pedig tovább csiszolhatják formájukat a játékosok. A hétvégén egy 4 fős csapattal a szolnoki Tisza kupára látogatunk, ahol igen patinás csapatok vesznek részt, itt elsősorban a szuperligás mezőnyből jönnek a csapatok nagy része, illetve a rákövetkezendő hétvégén Szlovákiába látogat el a csapat a hagyományos Sáris kupára. Itt már mindenképpen a kezdő legjobb hatosunkkal szeretnénk részt venni ezen a tornán, és megmutatni nekik is, illetve magunknak is, hogy mire képes ez a csapat. Még egy 4 fős csapattal az Agria kupára látogatunk el azon a vasárnapon, úgyhogy azt lehet mondani, hogy több fronton is érdekelt lesz majd a társaság. A városi stadion Tekecsarnokában néhány kisebb-nagyobb javítást el kell végezni az első fordulóig, ugyanis a szövetség csak a hibák megszüntetése után hitelesíti a pályát. Még nem kezdődtek el a munkálatok sajnos, holott már azt lehet mondani, hogy 2,5-3 hét múlva a bajnoki rajtunk következik, ráadásul hazai környezetben. Itt elsősorban a deszkáknak a kicserélés, a dobódeszka részrehányrása lesz a legfontosabb feladatunk. Azt lehet mondani, hogy ez nagyon sürgős lenne megoldani, ugyanis azért még gyakorolni is kell, mert jellegében meg fog változni a játéknak a módja, úgyhogy ez most a legfontosabb feladatunk, illetve még vannak kisebb-nagyobb javítások, de természetesen a nyírsulival és a nyírvévével folyamatban vannak ezek a megbeszélések és a munkálatok elkezdése. Az NTK sorsolását látva kiderült, hogy ősszel a könnyebbnek tűnő ellenfelek látogatnak Nyíregyházára, míg a zömében lemezes pályával rendelkező erősebb riválisokhoz utazik majd a csapat. Szeptember első hétvégén az Ózdot fogadják Szlovenszkijék, és addigra az is kiderül, hogy a magyarósi Hakker hetei trióból ki vagy kik csatlakoznak a nyíregyházi tekeklubhoz.